A programban 4 középiskolába látogattak el napjaink kiemelkedő informatikai vállalatainak ügyvezetői. Az egyik kiválasztott iskola a Paksi Vak Bottyán gimnázium volt, ahol a találkozás a többi helyszínhez hasonlóan nagy sikert aratott. Egyik rendezvényünk jobban sikerült, mint a másik, tehát mindenhol csillogó szemű gyerekeket, nagyon értelmes kérdéseket, és szinte könnyedén válaszoló, de nagyon magvas gondolatokat visszaadó felsővezetőket találtunk az adott helyszíneken. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a Control Your Future-nek jövőre is van létjogosultsága. Szeretnénk eljutni még több iskolába ezzel az üzenettel, hiszen ez egy teljesen alulról jövő kezdeményezés, tehát emögött nincsen semmilyen közös akarat, ha úgy tetszik. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagyon szeretik, az iskolák örülnek, hogy egy ilyen színvonalas programot beengedhetnek a falaik közé. A vezetőktől pedig azt szoktam visszakapni, hogy de jó, hogy kivettetek minket a hétköznapi üzleti őrületből, ha csak fél napra is. Paks előtt a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumba, a Gyulai Erkel Ferenc gimnáziumba, majd a Tatai Ötvös József gimnáziumba látogattak el a szakemberek. A program megvalósítását több okból tartották fontosnak. Kicsit az önmagába fordulása az informatikának, hogy annyi információ elérhető ma már erről, hogy mindenki gondol valamit róla, de hogy valójában mi is ez ma a világban. Én azt gondolom, ez fontos elmondani a gyerekeknek egyrésztről, másrésztről pedig segíteni őket abban, hogy tudnak eljutni az informatika közelébe, és megmutatni nekik, hogy tényleg nem feltétlen matek, fizikát kell tanulni ahhoz, hogy valaki ide kerüljön. A vezető szakemberek beszéltek az iparágról, karrierjükről, arról, hogy miért ezt a szakmát választották, és miért javasolják ezt az életpályát a fiataloknak. A szervezők szeretnék folytatni a 2013. márciusában elindított programot, további informatikai partnerek bevonásával, még több iskola felkeresésével.